Nagyszabású gálaműsor keretében adták át szombaton a megyei prima díjakat a Miskolci Nemzeti Színházban. Mancs bronzszobrát, a gyémánttal kirakott aranykitűzőt és a fejenként 1 millió forintos pénzjutalmat idén is hárman vehették át, akik munkájukkal megyeszerte példát mutattak. A VOSZ megyei rendezvényén egy közönségdíjast, valamint a térség kiemelkedő vállalkozóit is köszöntötték. Ismét eltelt egy év, és újra prima gálának adhatott otthont a Miskolci Nemzeti Színház. A színvonalas rendezvényen idén is a megye kiválóságait ismerték el. Demján Sándor örökségét nem csak a nevéhez kötődő épületek és alkotások testesítik meg, hanem az a szellemiség is, amelyet az üzleti életben képviselt. A Prima Primissima díjat Demján Sándor vállalkozó a társadalmi felelősségvállalás jegyében alapította, és ennek szellemében hívja életre a VOSZ minden évben a megyei Prima díj gálát. Demján Sándor 2003-ban azért hozta létre a Prima Primissima alapítványt, hogy a vállalkozók ne csak a munkájukkal, ne csak a vállalkozásukkal foglalkozzanak, hanem egy nemes cél érdekében fogjanak össze, legyenek lokálpatrióták, és a Prima díjon keresztül támogassák a környezetükben élő kiemelkedő személyiségeket. Idén összesen 10 kategóriában hirdettek pályázatot, az idei 9 díjazott pedig 130 jelölt közül került be a döntőbe. Az egyenként 1 millió forintos pénzjutalommal járó elismerésben, mancs bronzszobrában és a gyémánttal kirakott kitűzőben összesen 3-an részesültek. A magyar ismeretterjesztés és média kategória jelöltje Hajnal József újságíró. Hajnal József a miskolci média közismert szereplője. A volt újságíró, rovatvezető, rádiós szakember és több népszerű regény szerzője vehette át elsőként az elismerést. Édesapám azt mondta, hogy becsüld meg magadat, és akkor így számíthatsz mások megbecsülésére. Becsüld meg magadat szóban, nem csak arról van szó, hogy légy udvarias, esetenként hunyászkodj meg, vagy pontosan mérd fel a terepet, hanem maga a mérés is, tehát a becsülés fázisa. És ez a kettő együtt van, és most tulajdonképpen az történik, hogy én ebből a megbecsülésből, amire nagyon törekedtem édesapám nyomán, ebből kaptam vissza egy darabot. Nagyon köszönöm. Magyar sport kategóriában a Faktori Aréna csapata érdemelte ki Mancs szobrát. A 2004 óta működő sportlétesítmény vezetője meghatódottan vette át a megyei prima díjat. Köszönöm azoknak a fiataloknak a nevében is, akik nagyon sok munkával, nagyon sok önkéntességgel tették azt, hogy ez a Faktori Aréna ilyenné váljon, amilyen jelen pillanatban. Magyar oktatási és köznevelés kategóriában a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium érdemelte ki az elismerést. Az intézmény igazgató helyettese a jezsuita rendnek, tanároknak, diákoknak és szülőknek egyaránt köszönetét fejezte ki. Köszönet a bizalomért, köszönet, hogy az iskolát választották, a Jezsut, ahol a magas szintű oktatás mellett különös figyelmet fordítunk arra, hogy a diákok, a gyerekek tényleg egy kiegyensúlyozott, lelkileg, testileg megerősödött fiatalokká, felnőttekké váljanak, mert csak így tudnak a jelen kihívásaira válaszolni. Egy közönségdíjast is köszöntöttek a szombati gála műsoron. Magyar sport kategóriában Fazekas Miklósnét, a Megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület elnökét ismerték el. A rendezvény részeként idén is köszönetet mondtak azoknak a helyi vállalkozóknak, amelyek segítettek a Prima gálát életre hívni. Nekünk, mint a magyar vállalkozások képviselete, a magyar vállalkozások támogatása, hogy ezeket a közösségi értékeket, ezeket óvjuk, ezeket fejlesszük, a közösségeket erősítsük meg, támogassuk, hiszen alkotni, dolgozni és élni igazából közösségben tudunk. Az idén 34 éves VOSZ a megye vállalkozói díjakat is átadta. Az elismerésben épületgépészeti, építőipari, erdészeti, állattenyésztő és műanyagipari vállalkozások részesültek.